I pray for you to fall. Nagypapám mondta azt egyszer még a egy idősebb korában, hogy hát, fiam, ez a hűség dolog, ez nagyon fontos. És hogy úgy kell hozzáállni a dolgokhoz, hogy jól legyen, egy körben rajzolt egy picit a történetét, és akkor 20 évesen én azt tudtam neki mondani, hogy hát Tata, könnyű hűségesnek lenni úgy, hogy a kutya nem néz rád, és senki nem hoz téged pozícióba. Tehát valljuk be őszintén, hogy úgy baromi egyszerű hűségesnek lenni. Olyankor tanulod meg azt, hogy mit jelent hűségesnek lenni, és itt nem azt mondom, hogy máshoz kell hűségesnek lenned, hanem elsősorban önmagadhoz, de ez egy következő lépcsőfok lesz. Tehát akár máshoz is hűségesnek lenni, amikor helyzetre vagy hozva, és valóban ott lógnak rajtad fürtökben, akkor derül ki, hogy van-e tartásod abban a dologban, vagy sem. Mert addig, amíg nincs kihívás, nincs megkeresés, addig könnyű hűségesnek lenni. És úgy gondolom, hogy ez az életünk összes területére igaz, már mint mondjuk most a szexualitásról beszélünk, de ami a szexualitásban van, hogy ezért kell az, hogy helyzetbe hozzuk magunkat. Ha van egy vágyad, akkor igenis, terelj meg azt a szituációt, hogy legyen esélye annak megvalósulni. Tehát akkor te itt egy kis feszültségtermelésről beszélsz, ugye? Hogy elkezdjenek mozogni az energiák bizonyos szempontból. Én valahogy így értelmezem el. A feszültség az szerintem adott. Olyan szempontból adott, hogy mindenkiben ott mocorog. Vágyak gondolati szinten, vágyak szintjén, illetve gondolati szinten ott vannak ezek a dolgok. Hogy ez most honnan jött egy szappanoperából, egy regényből, egy filmből, megkívánta a mit tudom én, az utcán járók elő akárkit, ez nekem teljesen indiferens. Jó, egy kicsit tovább menve, hogy értsd, hogy mire gondolok, vagy értsétek, hogy mire gondolok. Azt szokták mondani, hogy az számít megcsalásnak, hogyha már egy fizikai szintre került a dolog. Szerintem, ha gondolok rá, akkor az. Miért? Mert hogy már megtörtént. Tehát, hogyha eljátszom a gondolattal, hogy milyen lenne Juliskával, akkor ott már egyfajta folyamat elindult. Így van. De most nevezhetjük akkor ezt a részt, amiről te beszélsz, helyzetbehozásnak, ugye? Ez nekem nagyon tetszik. Igen, abszolút. Azt nézzük meg, hogy tényleg ilyen hétköznapi segítségként azoknak, akik akár itt ülnek, vagy akik nézik ezt a filmet majd, hogy a hétköznapokban, ha a szexualitást nézem, hogyan hozzuk helyzetbe magunkat? Jó. És Ildikó, nyugodtan te is, ha ehhez van gondolatod, jelezd és mondjad. Jó. Nekem még az előzőre a vágyakhoz jutott eszembe, hogy tisztában legyünk a vágyunkkal, hogy nagyon sokszor megint csak saját tapasztalat, hogy nem is tudom, hogy esetleg nekem az még ott jó lehetne, mert hogy nem hoztam magam helyzetbe, tehát, és amikor mondjuk olyan partnerem volt, aki meg nagyon más, mint én, és akkor úgy néztem, hogy most mi van, vagy mit akar ez, vagy akármi, de helyzetbe hozottam, és akkor én néztem, hogy jé, hát ez nekem tök jó, és hogy én erre idáig nem is gondoltam, hogy tehát, hogy van, amikor nem a vágyból indulunk, mert nem is tudjuk, hogy van olyan vágyunk, vagy nekünk az jól jöhet. Tehát milyen érdekes, bocsánat, és válaszolok utána az feltett kérdésedre is, csak ez nagyon tetszik, hogy még mielőtt tudnám, hogy az jó lehet nekem, az emberek többségének ebben a pozícióban már van véleménye, hogy szar a dolog. Aha. Ugye? Igen. Így van, ez tehát, a prekoncepciós státusz. Fogalma nincs, hogy az micsoda, életében nem tapasztalta, nem kóstolta, hát nincs vele megtapasztalása. Étel, nem szeretem a tökfőzeléket, kóstoltad már? Tehát ez de, most pont ilyen. Hát igen. Én a spenóttal voltam így, amíg egy barátnőmnek az édesanyja készített spenótot, és megkérdeztem, hogy ez miért, mondta, hogy spenót, oké, de hogyha ez a spenót, akkor én addig miért nem ettem? Tehát, hogy ugye itt kezdődik a dolog. Szóval igen, tehát hogy van egy előre elképzelt véleményünk, és erre mondtam azt, hogy megakadályoz minket a célunk elérésében, megtapasztalásban.